Szia! Hello, mamász! Na, figyelj csak, elment a Norbi. Igen? Át kellene gyorsan beszélnünk a pénteket. Tudod, lesz ez a meglepetés buli. És beszéltem az orvosokkal, akik a műtétnél ugye jelen voltak, meg a felépülésében mindenkinek oké, a péntek este 7 óra. Pont egy évvel ezelőtt volt az egy életmentő szívműtéte, és ennek apropójából szervezek egy meglepetés partit. Szép jó reggel! Szervusz, szép jó reggel, drága főigazgató úr! Szia! Azért keresnek tisztíti. Köszönöm szépen, remekül vagyok. Bemegyek hozzátok igen kontrollvizsgálatra. Meg szeretnék a Rékának előkészíteni egy meglepetést. Szeretném, hogyha november 30-a az nem egy ilyen fájdalmas időpont lenne, hiszen amikor az embernek kétszer tárják fel a mellkasát csontfűrésszel, és kétszer állítják meg a szívét, ez nem egy hétköznapi dolog, és szeretném ezt a kórházi légkör, ezeket az emlékeket egy kis könyvfakasztó, vidám, romantikával fűszerezni. Légy szíves, hívd fel az éttermet, hogy a lufikkal minden rendben van-e, én elfogadtam a menüsort, hogy akkor minden rendben van-e, és akkor én szeretném veled egyeztetni a listát, hogy kinek jó, kinek nem jó az este, de egyébként a meghívottak 99%-ának jó az időpont. Tiszteltem, főigazgató úr! Kívánok! Szervusz! Dr. Pál Mátyás, belgyógyász kardiológus, aki megmentette Norbi életét. Hát örülünk, hogy köszönöm ismét. Köszönöm szépen, hogy fogadtál engem. Tessék, parancsol, foglalj helyet. Jó nézel ki. Jól nézel ki? Igen. Azt mondták, hogy hasi elhízásom van. Mindegy. Egyik újság azt írta. Az nem jó. Az nem jó. Hát majd kiderül. Én azért kerestek nagy tisztettel, mert most lesz ugye hétvégén egy év ennek a nagy életmentő második műtétnek. Először elmentem az Országos Kardiológiai Intézetbe, a Haller utcába, a főigazgató úrhoz, hiszen az ő engedélye kell ahhoz, hogyha bármilyen fajta megmozdulást akarok a kórházban tervezni. Bejönnék a Rékával egy ultrahangvizsgálatra, úgyis esedékes, hogy pont a kontrollnapján Babonából, és miután ez megtörtént, akkor ki fogom azt találni, hogy hát nézzük be a kórterembe, ahol voltam, milyen érzésben nézni, és megkezdem a főorvost, hogy be lehet-e nézni, ha be lehet, akkor benézünk, és ő nem tudja majd, hogy akkor benne a szobában vár a barátok, akik itt izgultak, azok ott várják, és ott egy kis videóklippel szeretnék számára kedveskedni, amit a kórházi tévén lejátszanék. Lereszkán, izgulsz az este miatt? Hát... Kicsit? Igen. Rita nénivel megbeszéltél mindent? Igen. Ugye? Mit fogsz végül énekelni? Abba the winner takes it all. Aha. Lara egy éve jár énektanárhoz énekelni, mert tehetséges és érdemes a hangjával foglalkozni. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy ezen a meglepetés partin, Norbi meglepetés partiján akár énekelhetne is. Halló! Szevasz, drága mester! Na, halló! Figyelj, azért keresnének, mert Rékának készülök ezzel a meglepetéssel, ezzel a dallal, hogy sikerült megcsinálni ehhez a szükséges, tudod mit, zenei alapokat? Meg csináltuk a Dávidban a zenei alapot, a Marci meg fölvette a háttérvokálokat, úgyhogy elméletileg meg lesz minden. Bárányt hívtam fel első körben, hiszen nagyon sok zenét szokott ő és zenésztársai nekünk szerezni a filmjeinkhez. Ebből kifolyólag ő ezt vállalta. Hát amikor mondtam neki az ötletet, akkor az a maradék haja is kihullott. Hiába hívtalak, elrejtőztél még, nem láttalak, nem voltál velem, még nekem. Szia, Rita! Na, sziasztok! Megjöttünk. Szia, Larám! Gyere, várjál! Nagyon újság. Nagy dologra készülünk. Nem mondod! Ne ijeszgess, Lara! Mondd el, Lara, mi lesz ma este? Meglepi buli. Igen. Meglepi buli apának, mert hogy most lesz az egy éves évforduló annak, hogy megműtötték a szívével,
és azt találtuk ki, hogy ezen a meglepi bulin, ahol ott lesz a szűk családi meg baráti kör, Laresz énekelni fog. Azt gondolom a Lara ének tudásáról abszolút nem elfogult szülőként, hogy nagyon-nagyon-nagyon tehetséges. Beside the winter wind, that's her destiny. I was in your arms. Oké, nagyon picit megállunk, gyönyörű az egész, gyönyörű. És itt tényleg nagyon szép, meg rendben vannak a hangok, a helyükön nagyon. Vannak. Egy dolog, hogy ne várd meg a sort, hogy ő indítsa el, mert egy picit egy hajszállal mindig később indulsz. Szevasztok! Oh. Na, hello! Szevasz, Norbikám! Időben, mint mindig. Megmentőm. Legmélyebb tiszteletem, szevasztok. Szevasztok, szia, Sanyi, Norbi vagyok, sziasztok. Nagyon bajok. Ne idegeskedjél, hoztam neked egy kis görcsoldót, biztos, ami biztos. Nagyon nehéz dolog belépni egy hangstúdióba, és énekelni, előállni olyan emberek elé, akik valódi énekesztárokat hallgatnak és vesznek föl. Ez nekem olyan, mintha ki kéne állam teniszezni Wimbledonba. Tehát ez egy nagyon durva érzés. Nem megy. Tudom, én nagyon félek. Mitől? Próbáljuk meg, nem is tudod? Semmi van. Figyelj, de nem is tudod, hogy menni fogja vagy sem. Figyelj csak, Lara, most csak úgy nézzük meg. Meg, jó? Azért aztán nem megy, és akkor... Mi van, akkor visszajövünk erre, jó? Rendben? A másik verziósat akkor? Gyere. Megpróbáljuk? Na, várjál. De miatt ne sírjál, nem? Én akkor ezt szeretném. Jó. De csak próbáljuk meg. Egy kísérlet. Nem, csak egy... próbáltam otthon, de nem megy. De... Nem megy. Itt vagy velem, tudom és érzem. Nem kell semmi több már nekem. Szeress, ölej mindig úgy engem. Ahogy most ölelsz, ahogy most ölellek én. Olyan jó, oly jó veled. Halló, szia Norbikám, Árti vagyok a rossz ételemből. Árpikám, szevasz, mondjad! Sziasztok, figyelj, de ma este nálunk lesz egy fantasztikus este. Itt van ez a Firenzéből ez a nagy világhírű hentes, ez a Dario Cecchini. A Dario Cecchini. Megkértem az étterem tulajdonosát, hogy álcázzuk azt, hogy nála lesz egy fantasztikus gurmé vacsora, amire mi díszvendégek vagyunk, és hívja fel a Norbit, még egyszer egyeztesse le vele minden részletet, hívja meg. Jó, rendben, jó, rendben. Figyelj, ahogy végeztünk a dedikálással, azon a kocsiba patalunk és indulunk is. Jól leszek így felöltözve? Nagyon csinos vagy. Nekem azt jelenti, hogy becsíptél a pergőtől. Ahogy csíptem, egy pohárral ittam. Égy gyomorra ittad, hallod? Ha jó, égy gyomorra egy olyan pohárra. Olyan kis azért tűnni vagy, simágyba vinnélek, de tényleg. Hallod? Én erőteljesen... Vágyat érzel arra, hogy legyársd a negyedik gyereket. Nem. De, én arra érzek, álljunk félre, és valamit csináljunk. Róna megmondjuk ennek a világhírű sémnek, hogy... I'm very busy. We made sex, lot of sex. Nem, we de made, mi készítettük a negyedik gyereket. We made four children. Fifth children. Igen, a fifth, negyedik gyerek, igen. Fifth. A legjobb helyed. Itt van. Hallod, Gyuri bácsi, ez kész van, mondja, hogy milyen aranyos volt. Igen. Aha. Na, figyelj, mondod a tárgyak, hogy ezt így tegye is félre ezt a nagy hús, és azt én meg is eszem. Nehéz volt. Az izgalmamat leplezni, hiszen bennem volt a druk, hogy mindenki megjött-e, akit hívtam, ott van-e minden úgy, ahogy szerettem volna. Lara mennyire izgul, hogy majd énekelnie kell. Estét. Mi az Úristen ez? Oda üljél, jó? Amikor leesett a tantusz, ez egy meglepetés parti, akkor az futott át a fejemen, hogy basszus, megelőztek. Ott azt nézzed. Még tegyük bele egy kis mér többet, és kevésbé színjön a zöld. Látszólag nincsen élet eszében, mégis ez olyas, mint egy kiskaporos hordó, ég a kanóca.
A kisfilm, amivel készültem, az elmúlt másfél évnek a pillanatait örökítette meg, a legmeghatározóbb pillanatokat. Hello! Én nem vagyok idő. Azért sírtam, mert rádöbbentem, hogy mit veszíthettem volna. Erősztechnikailag mentés, mint pedig a műtét alatt, hát az ultrahanggal, ugye a segéd számára olyan információkat kell nyújtani, hogy ő helyesen döntsön és jól kitalálja ki a műtétet. Since we've gone through those hurting me, now it's history. I've laid all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. Larát először láttam fellépni közönség előtt. Soha nem tett ilyet. Tehát ez nekem eleve óriási volt. Olyan fantasztikus volt látni, ahogy a Lara ezt átérzi, érti, hogy mit énekel, és tudom nagyon jól, hogy ő mennyire félt attól, hogy elveszíti az apukáját. Azt elmesélte a Norbi, hogy amikor odaszaladt hozzá Lara és átölelte, akkor elkezdett zokogni, és azt mondta a Norbinak, hogy apa, annyira féltettelek. És azt kell, hogy mondjam, hogy érdemes élni. Köszönöm, hogy vagytok. Azért izgulok, most megmondom őszintén, mert haláltól nem félek, csak attól félek mindig, hogyha valami van, vagy ide kerülök, vagy valami korrigálni kell, hogy mindig attól félek, hogy ezt hagyom itt, ami itt van. Kontrollvizsgálatra mentünk, hiszen most volt az egyéves vizsgálat. Nekem ezen az útszakaszon, végig a Hungária körúton, egészen a Haller utcáig, mindig olyan, mintha egy macska ülne a mellkasomon. Így rendesen így... Szorít a mellkasod, mi? Szorít, ezért mi? Fulladok. Jó, fulladunk együtt, király. Fogásosan meg jönnek ki a gyerek, mint egy bodybuildernek. Ó, rendben jó. A Réka számtalanszor ült a kórház folyosóján, amikor én számtalanszor ültem ott a nővérpultba, és számtalanszor szúrták a vénámat naponta többször is, és vették a vért tőlem, mert pillanatnyi pontossággal nézték a CRP-met, ez egy ilyen gyógyulási faktor. Ne sírjál! Gyere! Akkor bemegyünk. Te a gésokkal utána gyertek fel az útra, hogy addig oda megy. Gyere, kicsi, gyere velem, jó? Doktor úr! Nem kell, már látszik. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen hatással lesz rám ez a dátum, ez a környezet. Emlékezni tényleg ott lehet a legjobban, ahol ahol a rettegés pillanatait átélted. Nem elhozom a táskához. Gyere már! Nem hagylak magadra sírva. Fény, vérzek, te meg sírt, nem tök jó. Sír, miért sír? Aha, az
az emlékek. Nyomasztod ötödik emeletszerűt. Szerintem menjünk az útra, mert nekem azt tudom, hogy befűtötte a szobát. Harmadik emelet. Tudom. Még úgy mozgok itt, mintha itt van lenni. Az ultrahang vizsgálat az mindig egy ilyen mumus volt számunkra, mert itt kapunk teljes képet arról, hogy a szív milyen állapotban van. Most össze-vissza ver a szívem. Oké. Jó. Csak a stressz. Éreztem, hogy fél attól, hogy azt mondja neki a főorvos úr, hogy esetleg nem olyanok az értékek, mint amilyennek lenni kellene. Kicsit be voltam tolva, hogy mi lesz az eredmény, mi a mégse jó, mi van, hogyha ezt a karácsonyt is a műtőbe fogom tölteni, és még egyszer nem fog kijönni. Rövid leszek. Nem romlott az állapotod egyáltalán. Tehát sem ennyit sem. Tehát a szívizomzatnak a pompa funkciója az változatlanul jó. Az a billentyűn értékelhető, észlelhető, közepes fokú visszaeresztés az változatlanul kimutatható, de ez nem romlott a legutóbbi vizsgálatokra. Egyéb kóros látvány nincs. Hát akkor most egy nagyon perverz élményben ezt a főorvos úrnak részem, mert fogok puszilni. Ez tényleg az, kész. Ennyi, ígérem, hogy soha többet nem fog. Soha nem fordul elő. Soha többet nem fogjuk ünnepelni a dolgot, de nem szeretem, de örülök. Nem, nagyon szépen köszönöm. Bár a kórházban egy rettenetes vizsgálatra érkeztem, ami számomra téthelyzet, hogy tudjam, mi lesz. Másik oldalról pedig egy nagyon komoly meglepetést szereztem a Rékának. A hátsó kortán, ahol én voltam, ott vannak egyébként? Most vagy éppen üres. Aha, és még egy 3 percet bementünk, és de így csak az érzés miatt? Kicsit visszaemlékezni? Egyébként. Jó, gyere velünk akkor, jó? Köszönjük. Nem lehet elmondani azt az érzést, amikor a testeden kívül dobog a szíved, amikor úgy szeretsz valakit, hogy bármit, a gyerekeimen kívül bármimet odaadtam volna érte. Bármit. Köszönöm, feltettem. Az a sok szenvedés, amit itt átértél a szobába. Olyan fejt, nem bírom. Szevasz, anya! Szevasz! Hát te hogy osontál be, édesem? Hát nekem van egy ilyen kulcsom. Van. Nézd meg, itt van a kulcsom. Aha. Azért, hogyha bármi, valami telefon nem veszel föl, tudjak jönni. Jaj, bármi nem lehet. Mindig csak a jókra kell gondolni. Pozitívan kell gondolkozni. Hogy a kis nagyon jó. Hogy van. Szultán, az idős, de hűséges erd. Megenni a világ kajáját. Szulti a kiskutyám, ő 2001. október 26-án született, úgyhogy nagyjából pont annyi idős, mint Rékával a kapcsolatunk. Az akárhogy is számolom, az 12 éves. Na gyere, megyünk, jó? Puszi. Arany, szervusz.
Szervusz. Megnézzük, akkor nem baj, ha nem leszek itthon, mire visszajössz? Nem, van kulcsom, behozom, jó? Jó, van, de ne hagyd a kertbe, semmi szerva. De úgy hagyom a kertbe, utcán el kicsapom, aztán hagyd fusson. Igen, kicsapom az utcára, aztán ma valahol összeszeded. Gyere, gyere. Doktor bácsi megnézi, hogy, hogy ne legyen semmi bajod. Jó? Jó? Jó, édes. Megnézi. Ne félj, nem fogsz kapni se szurit, semmit, jó? Semmit. Igen, nagyon szeretlek. Kis virágszál. Annyira csodás lény. Annyira önzetlen, annyira tud szeretni, mint soha senki. Ő a legjobb barátom. Na, kit hívok? Na, kit hívok? Hát, ki van velem itt, kicsim? Szultika. Igen, hallja a hangodat. Ha nem volnék szerelmes, akkor Léka lenne a legjobb barátom, de így most a Szultán a legjobb barátom. Képzeld el, kis Norbi akart egy kis kutyát. És én nem engedtem, hogy kapjon egy kis kutyát, mert azt mondtam, amíg a mi Szultikánk közünk van, addig ide más kutya be nem teszi a lábát. Jó? A kutyák szerintem értik az embernek a nyelvét, csak azt kell tudni, hogy ugye nincsen emberi beszédre alkalmas hangképző szervük. Mit csinálsz mostanában? Mesélj el apának. Vigyázol, anyura? Vigyázol? Tudom, hogy érted, amit mondok. Tudom. Sziasztok! Szia! Szia! Tiszteltem, szervusz, doktorom! Szia! Késztjük! Elvittem a Szultánt állatorvoshoz, csináltak rajta egy ultrahangot, és kiderült, hogy prostata nagyobbodása van, cisztája van, meg valami kartióma is van benne, szóval kezdődő rák. És azonnal azt javasolták, hogy el kell távolítani a herét, mert így leáll az a fajta hormontermelés, ami ezt ugye okozza, de hát innen azért kevés kutya szokott felépülni. És akkor azt tettem, hogy ezt eltávolítottuk, a műtét elég kockázatos volt, nagyon sokat sírtam. Ügyes vagy, jó van. Nem lesz semmi baj. Nem lesz semmi baj. Azért volt fontos a kutyának a kontrollvizsgálat, mert meg kellett arról győződni, hogy eltűntek ezek a csúnya dolgok a testéből. Sejt szinten indulnak, és utána, amikor már látható elváltozás van, akkor már ugye több sejt van egybe, tehát amit mutat a ultrahang, az már egy előre adott állapotot lehet csak látni, de nála nincsen. Jó, én azt javaslom, hogy folynak az örömkönnyeim. Akkor a kő esett le a szívemről, amikor megtudtam, hogy minden rendben van, hogy nem is tudom, talán inkább a kőről esett le a szívem. Kicsim, kézzed el, itt vagyok az állatorvosi rendelőben. Igen. És meg volt a Szultánnak a kontrollvizsgálata, és és minden, ami volt neki, tudod, ilyen ciszta, meg tünet, meg árnyék, meg prostata nagyobbodás, minden eltűnt. Szuper! Még sírtam is egy kicsit. Kicsúti! Igen, meg ki van, beszélj anyával. Várjál, beszélj anyával, mondja neki, ha? Mondja neki. Mondja neki, szia Léka, mondja. Kicsúti! Igen. Na, úgyhogy ezek a dolgok vannak. Király vagy. Apa, jöhetsz! Norbi, zseniális! Gratula! Úgy tűnik, hogy átment a vizsgán. Meggátoljuk, hogy elhízott értelmiségű legyél, fiam. És akkor mit fogunk most csinálni? Tenisz nem volt ma. De mi az, amit nagyon nem szeretnél? De na, szeret. Futunk 5 kilométert? Nem? Akkor futunk 5 kilométert, jó? Na gyere! Jó? Légy szíves, gyere velem, vedd a futócipőt, meg a rövidgatyára. Norbika egy ilyen gátlásos, magába forduló, csokievő, szemébe turkáló, fejét lesütő gyerekké alakult. Ezt kb. Fél órát fogod lefutni. Már nagyon fontos, hogy mit szoktak tűzben edzeni. Na mit edzünk a tűzben? A kardot. És mit edzünk a vattacukorban? A nyálat. Mi akarsz lenni, kard vagy nyál? Ahogy látom, hogy egyre jobban fejlődik, és most már abba hagyta a bőgés meg a mindenfajta hisztit a futás előtt és közben, megtanulom tisztelni a fiamat. Ne legyen olyan dagat, mint én voltam. Apád úgy nézett ki,
Én egy partra vetett fóka. Csak épp azt nem mondtam, hogy... Én olyan vagyok, mint egy kőfal. Tehát engem nem fog tudni áttörni, meg kell másznia. Itt tud belegyorsítani. Halihó! Halihó, szevasz kicsi fiam! Szevasz anyám, na összepakoltál már? Összepakoltam már, csak egy-két dolog az igen. Meg a kávémat megiszom, gondolom arra van időm. Szevasz Szultika, menjél arrébb! Nagyon izgulok anyám műtétje miatt, mert ezt tavaly nyáron megpróbálták már elvégezni egy másik kórházban. És bent a injekció, a szembeszúrás előtt tulajdonképpen anyám elterült, elszürkült, elkezd habzani a szája. Köszönöm a cipőm, kabátom, és részemről a fáklyás menet. Lehet menni. Na, ha hiszed, ha nem, reggel 5 óra óta itt ugrálok, és mint a félbakancs. Mi most ezért megyünk a rendelés végére, vagy hogyan? Rendelés végére? Csak kérdezem, hogy mennyire lesz ott tömeg? Nem lesz ott tömeg, hát ma operáló napja van, amikor operál, akkor nincs tömeg. Aha, jó, mert utána, amikor bámulnak és mutogatnak. Hát azt én sem szeretném. Jó napot csokolom, kívánok. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Csokolom. Jó reggelt, jó reggelt kívánok. Dr. Őri Zsolt, osztályvezető főorvos. Szép jó reggelt, jó reggelt kívánok. Hogy van? Köszönöm, jól. Le kéne tenni a táskákat. Mindent le. És a kabát. Átöltözünk. Köszönöm szépen neked. Na, akkor így ezt ide. Látás azóta változott valamit? Javult, romlott? Nem, egyformán rossz. Nem mondtam. Nem is kell műteni. Élesen nem rossz. Élesen rossz. Egy pillanatra foglaljon még itt helyet. Köszönöm szépen. Mert akkor mindenképpen egy picit megvizsgálom. Jó. Tegye be az állát előre, homlokát is. Jó, és akkor idefelé emlékszem. A kórházban megérkezve azt tapasztaltam, hogy rendkívül professzionális és nagyon jó kezekbe került édesanyám. Tulajdonképpen bármelyik ágyot választhatja. Amelyik jó? Tetszik. Hát anya, mennyi közebb az ablakhoz, nem? Fürdőszobában. Hát talán nekem nagyon oda. Jó, hogy ez nagyon jó. Ez jó. Fürdőszobához közel. Így a pontás kell. Ha úgy döntök, akkor közben is át lehet költözni. Köszönöm másik szépen. Ágyra, jó? Van. Nagyon szép. A műtétre készülve én elég könnyen ott hagytam, mert én magam is tudtam, hogy ezen túl kell lenni, és minden halra túl kell lenni rajta. Na, akkor én megvárom a műtétnek a végét. Nagyon jó. Maximum meg a büfébe, hiszem valamit. Jó? És akkor a végén hát majd bejövök. Hát egy tüccetésre hoztam parmezsánkrém. Jó. Meg a büfébe. Jó? Na. Jó. Jó. Aztán önfegyelem, jó? Arra gondolja, hogy a szép műtét az egy nagyobb játék, de mint egy nekem mikor szemműtét kell mondani, hogy legyek fegyelmezett? Ismersz engem? Ismerlek. Na jó. Múltkor nem mondom, na jó, szervusz, így áll egy limonádé. Szervusz. Jó? Ha-ho, ha-ho. Halihó. Mi újság, mi újság? Nem voltál ideges? Nem. Nem fájt? Nem. Picit volt egyszer-kétszer, mintha szúrás lett volna, hogy jöjjön szembe szúrás. Beszélgettünk, zenét hallottunk. De effektív fájdalmat nem érezted a szemedben, nem? Nem. Annyit, hogy mintha szúrtak volna a szemem. De semmi, jaj, szemed körül szúrtak semmi, volna? Semmi. Újra lát, és ez egy csodás dolog, úgyhogy fejet hajtok mindenkinek. Örülök, hogy túl vagyunk rá. Így van. Jumur Jack, nagyon jó. Na, kacsingattak a kalózanyú. 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 Te semmi nem volt. Olyan kellemes volt. Beszélgetni. Kellemes. Király. Semmi, semmi. Jó. Nem kell kicsikvesni. Nem. Nem kell majd rézni. Na jó van. Feküdj, így el. Van a folyadék. Több, sok folyadék. Erre gyöltek, kérdel a táskám, bemonod hátul az irodámhoz. Jó, ezt én megküldöm. Jó? Na, puszillak. Szia. Szia. Szervusz, kicsi, vigyázz magadra, és azért szia. Szóljál ide este felé. Szervusz, drága gyerekem. Szevasz, szevasz. Ahó. Üdvözlöm! Sober Norbert, üdvözlöm! Akkor megbeszélem, hogy akkor hogy lenne ez, jó? Akkor ugye az úgy volt a tervem, hogy a fönt is van a ház tetején. Aha. Igen. Hát nagyon gyorsak. Minden karácsonykor szoktam rendelni ház dekorációt,
és hát földíszítjük ilyenkor a házat kívülről, hogy ilyen alpesi hangulat legyen. Szevasz, kis szerelmem! Szevasz! Szevasz! Képzeld el, megjöttek a dekorosok, csinálják a házat, nagyon állat lesz, igen, nagyon állat lesz, és lesznek még ilyen, izék, ilyen világító bárányok is a kertbe. Bizony, tényleg? Így van, és most rohanok anyámért a kórházba, minden jó van, úgyhogy. Ott van a szemüvege, oda teszem. A szemüveg, na azért visszamegyek. Jó van, kicsim a szemüvegért? Ilyen kicsim a csajok, olyan brutál jól néznek ki, hogy hallod, elzarándokolok szégyenembe. Na jó, ne azon, figyelj, engem a csajok nem érdekel, csak te érdekelsz, melyek vissza a szemüvege meg anyámért. Jó? Puszillak. Szia. Szevasz, anya! Szevasz, csillagom, már itt gyökereteleszt. Ott állsz, mint Júlia az ablakban. Igen, a Júlia az erkélyen. Én nézlek téged, látsz, mikor minden? Jössz. Látok. Hát örülök, hogy hazahozhatom, mert igazából most ismét leesik egy kő a szívemről, és nyugodtan álltunk neki a karácsony készülődéseknek. Pontosan lehet látni a... Látom, a húsvétra készülsz. Nyúlszem. Hát édesem, milyen egy frissen műtött szem. Hát ez mit, mit hoztam neked? Mit hoztál nekem? Jaj, köszönöm a szemüvegemet, jaj, de jó. Össze volt neki törve az olvasó szemüvegem, mert azt se látta, azt megcsináltattam neki. Nagyon örülök neki. Nem túl tiszta, meg kell pucolni szerintem. Nem baj, majd. Nagyon jaj, de jó, látok vele, nagyon jó. Nagyon tisztán látok mindent az égvilágon. Jó, figyelj, beszélj, menjünk viszont a cuccodat. Ami nagyon fontos, hogy továbbra is nagyon kell figyelni a megfelelő vércukor szintre, tehát anyámnak nagyon szigorúan fogom ellenőrizni, hogy betartsa az általam preferált diétát. Most már mindjárt vidámabban megyünk, mint ahogy megérkeztünk, sokkal vidámabb a dolog. Ó, főorvos úr! Jó napot kívánok! Tiszteletem! Hogy vannak? Jó vagyunk, köszönöm szépen! Az édesanyja rendben van, de még egy pillantással lehetne, akkor vetnék rá, jó? Jöjjön, legyen szíves, és jövök, akkor... Jövök, már is. Én megyek ott. Jó, köszönöm szépen! Láttad a téve a videóklipemet, amit a... Láttam. A lékemek énekeltem? Láttam. Édes kisfiam. De azért... Nem. Ne változtass, ne énekeljen, mert nem vagy te egy Engelbert Humperdinck, sem egy Tom Jones. Pedig arra gondoltam, hogy indulok a Eurovíziós Dalfesztiválon, mert szerintem úgy énekelek, mint Bay Alex. Jaj, kisfiam, mert másik szemem is be fogok érezni, nem csak a műtött szemem. Ez önben aluli volt. Szevasz, picike, én már toknyosra fagytam. Egy szevasz. De szép. Gyertek, büdös pókok! Én ma úgy érkeztem haza, bár tudtam arról, hogy valamire készül, mint egy kisgyerek. Én is vártam, hogy hol mi van kivilágítva. Ó, nézd, mi van ott, gyere! Nézed! Nézed! Jézuska itt volt, gyere! Itt van Jézuska! Nézd! Gyere, nézd meg! Itt a kis szarvas, a másik. És akkor forduljatok meg, és akkor... Oda nézd milyen a ház! Azt a nézed a... Ránéztem a házra, és láttam, hogy ki volt világítva, meg a kertben is voltak rémszarvasok. Egyik lány volt, másik fiú. De szépet csináltál nekünk, apácska. Gangster, hol mehetsz? Kis karácsa, gyere nézzük meg! Jaj, de gyönyörű! Ott a kis égő! Nagyon hideg van! Nagyon becsülöm a Norbiban ezt, hogy ez neki ilyen fontos, és jó látni azt, hogy a gyerekek pedig ennyire boldogok tőle. Na, apátok mit tud? Megbeszéltem Jézuskával. Látjátok? Igaz, Norbika, milyen szép lesz. Na. Menjünk befelé. Milyen jó lesz, mert bevilágít az ablakon. És éjszaka nem kell félni. Nem kell félni. Nem fogsz odabújni közé, minket boldogítani. Mi az? Az Norbika volt. De majd elmondom az udvaró fiúknak, hogy te voltál. Igen, hajnalban. Igen. Az ember kicsit visszakapja a saját gyerekkorát is. Visszajönnek azok a régi fények, a régi emberek, akik már nincsenek. És olyan jó ezt megélni a másik oldalról is, hogy az ember így adhat nekik valami pluszt. Annak elmondom, aki küldte a szerelmes levelet, jó? Na, én voltam! Gyere!